A Magyar Kultúra Hete alkalmából rendezett ünnepségsorozat egyik kiemelkedő eseménye a Szentpéteri díj átadása volt Máté Szalkán. A díjat a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ hozta létre azzal a céllal, hogy díjazzák azokat a civil szervezeteket vagy magánszemélyeket, akik nagyban hozzájárulnak a város kulturális életének fejlődéséhez. Máté Szalkának a kulturális élete az pezseg egyfolytában, hiszen kiemelt civil szervezet, egyesület és rengeteg művészetet kedvelő ember él itt, és szinte napi szinten kapjuk a meghívókat, hogy különböző kulturális események vannak. Nyilván minden eseményre nem tudunk elmenni, de 2017-ben is arra törekedtünk, hogy minél több programot tudjunk megmutatni annak a közel 9000 előfizetőnek, aki a Máté Szalka televízió adásait láthatja. Máté Szalka televíziónál 2,5 éve dolgozok operatőrként, de egyébként Máté Szalkán 14 évet tévézek. Ebben van több olyan is, amikor országos tévének dolgoztunk több éven keresztül. Nagyon örültem ennek a kitüntetésnek, úgy érzem, hogy elismerték a munkánkat, és hát ez arra motiválja az embert, hogy érdemes csinálni, érdemes folytatni, és jó sokáig szeretném még ezt a szakmát csinálni, mert nagyon szeretem. A stáb nem csak tudósításokkal járul hozzá Máté Szalka kulturális életéhez, sok esetben eseményeket is rögzítenek, ezekkel pedig még közelebb hozzák a rendezvényeket a város lakóihoz.